Az elmúlt két évtized a legnehezebb választása előtt áll az RMDS, így vélekedtek a Szövetségi Képviselők Tanácsa Zilakra kihelyezett ülésének felszólalói. Helyzetértékelő beszédeikben a szövetség vezető politikusai kijelentették, a magyar versenypártok nem a magyarság érdekében, hanem az RMDS ellen indulnak a parlamenti választásokon. A felszólalók hangsúlyozták, a magyar versengés egyértelműen a román pártoknak kedvez. Az, aki 40-45 ezer szavazattal rendelkezik, annak semmi esélye bejutni a parlamentbe, üzentek a magyar versenypártoknak az RMDS politikusai. Az Erdélyi Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt ugyanis bejelentette, indul a december 9-i parlamenti választásokon. Elismerték ugyanakkor azt is, hogy emiatt az idei lesz az elmúlt 20 év legnehezebb választási kampánya. Az ő céljuk az, hogy ártsanak a szövetségnek. Az ő céljuk az, hogy ártsanak a magyar érdekképviseletnek. És az ő céljuk az, hogy gyengítsék a magyar képviseletet. Az ő céljuk az, hogy megsebezzenek, nem az, hogy parlamenti képviselethez jussanak. Az RMDS politikusai szerint a közvéleménykutatások arra engednek következtetni, hogy a szövetségnek sikerül elérni a bejutáshoz szükséges 5%-os küszöböt. Ebben a választási kampányban azt is fel fogjuk mutatni, hogy az RMDS képes megújulni. Képes megújulni belülről, és képes azt a megújulási folyamatot, amelyet a tavaly Kelemen-Hunos szövetségi elnök úr megválasztásával elindítottunk, illetve hát az önkormányzati választásokon nagyon sok fiatal megválasztása által megerősítettünk, tovább tudjuk vinni. Markó Béla, a szövetség volt elnöke kijelentette, rendkívül fontos az, hogy lesz-e a magyarságnak Bukarestben képviselete, ami jelenleg az RMDS-szel egyenlő. Nem csak az a fontos, hogy hányan vagyunk Bukarestben, hanem az is fontos, hogy kik vannak Bukarestben. Az is fontos, hogy azokkal a kihívásokkal az eljövendő képviselők és szenátorok, amelyek ránk várnak, szembe tudnak-e nézni. Alkotmánymódosítás, rendkívül nagy kihívás, és ezt távvezérléssel nem lehet lebonyolítani. Az SKT napirendi pontjai között szerepelt az őszi parlamenti választások kampányfőnökének a kinevezése is. A képviselők egyhangulag Kovács Péternek, az RMDS főtitkárának szavaztak bizalmat.